Hölgyeim és uraim, üdvözlöm minden kedves nézőt, itt jó magán PSL, szia Tanát, az Budapest Samsung Liga felrózott következő. Szia Tanát. Szerbusz Pierce. Szerbusz Pierce. Egyetértek mindennel, amit az előbb mondtam. Teljes mértékben egy nagyon mély szándó gondolatmenet volt, és nagyon nehéz azután bármit is mondani. Komolyra fordítva a szót, üdvözlöm minden kedves nézőt, a Samsung League of Legends Roadshow budapesti állomásának csoportköreit folytatjuk, most már nem is az első héten vagyunk, hanem már a negyedik hét. Tehát már sok meccsünk lemett, sok pontunk van, és egy olyan meccsünk jön, ami az eléggé fontos lesz a továbbiakban, főleg a nap végére, illetve ugye pontszámoknak az alakulását nézve. Az Afterglow és a Rift eSport csapata fog majd összecsapni. Úgy gondolom, hogy kellő pihenőt kapott a Rift az előző meccset kiheverve, számításra véve mi is történt pontosan, miközben egy frissült táblázatunk van, kedves Talán. A Team Horizon Reapers továbbra is magabiztosan vezeti az A csoportot, viszont a Rift eSports, az Afterglow-nál már megfigyelhető a pont egyenlőség. Az első két helyezett jut tovább a rájátszásba mindegyik csoportból, és a pont egyenlőséget majd a nap végén azt fogja eldönteni, hogy melyik csapat tudott nyerni gyorsabban, tehát az átlag mérkőzés idő a győztes mérkőzések során lesz az, ami eldönti végül, hogy ki lesz a második. Érkezzenek a csapat felállások, viszont Rift eSports, Vazier, Dome, Kubu, Benz, illetve Geller. Az előző meccsen, hogy ők játszottak, még velük szemben most már az Afterglow csapata fog játszani. Kinek a felállása, az felsősfény ugye Kulacs helyett most Apache játszik, ezt ne felejtsük el. Paras a jungle-ben, Febeln a középsősfény hőse, Jastrom és Kuks is pedig az alsősfény párasát alkotja. Ja, amúgy Jastrom, pont a hétvégén szombaton vertek engem rommá egy bár keretén szervezett programon, kétszer is. Szóval Jastromot én most nem szívrelem, egy pár percig még. Csak rossz tagja ezek a szomot, hogy mennyire szétverte, de lényegtelen is, Jastrom és Kuks is, tehát Jastromnak a neve... Gyakorolni kéne, nem? Hát kéne, igen, játékos. Csak hát nincs olyan jó. Nem csak a szívás részét kéne gyakorolni, viszont érkezzék a rájátszás, a hős választás, kérem szépen. Piros oldalon Apacsék, azaz. Az Afterglow még a kék, bocsánat, a kék oldalon Apacsék, az Afterglow és a piros oldalon pedig a Rift eSports. Ismételten az előbb is ugyanezt láthattuk a Rift eSports esetében, de vajon milyen tiltások és választások jönnek majd? Mint említettük, nagyon fontos a tétje a mostani meccsnek, hiszen ezen két csapat küzd a második helyért, sőt, még akár az elsőért is küzdhet az Afterglow, hogyha most tud győzedelmeskedni, de... Nehéz a dolguk. Nehéz. Mindenképpen nyerni kell. Ez tuti biztos is. Valaki fog is nyerni, ugye, ahogyan ezt a ősi kínai mondás mindig tartja. És hogy nem akarok túl messzire szaladni, de a bajnokválasztás után egy finom kis videót fogunk nektek majd megmutatni ezen két csapatnak a produkcióiról. Tehát érdemes majd a szünet időszakot is jól végigcsekkolni, mert már találkoztak egymással. Is lehet látni, és találni abból, hogy milyen is lehet majd ez a mérkőzés. No de, az Oriannát nem vágták ki, azt az Oriannát, amely az előző meccsen, nem is a régen, nagyon magabiztos játékot produkált nekünk, ugye Kubus teljesítmény, ez igen, az jó volt. Igen, Kubu. Igen. Még ugye a Kragász jön Porresszűn, ami nagyon-nagyon jó karakter, neki még a Lee Sin-e is sokat látok, főleg Mondokonokon tapasztaltuk Porresznek ugye a Lee Sin játékát, és most jöhet a Gragi! Egészen jó, ugyanúgy tudom, hogy kezdeményezni, nagyon jó a dzsungel takarítási képessége is annak a Kragásznak, és jön egy Syndra, akit igazából, ha nagyon ügyes kell, akkor ő is ki tudja védeni a végső képességét, vagy annak egy részét, de leginkább azért az ösvény ellenfelére leszek kíváncsi. Vladimir a tiltó listán a második körben, a Rift eSports mindig nem választott magának középső ösvényes hőst. Attól függ természetesen, hogy kemélem úgy hova kerül, vagy Galio hova kerül, hiszen Galio bőven jöhet középre Syndrára. És nem is egy rossz választás a Syndrára, így van. És Kubunak a játékából kiindul, ő szereti az ösvényt dominálni, az pedig olyan hőssel lehet, melyel megvárad a másikat. Egyértelműen, és Galionek is teljesen jól működik a teleport választás. Abszolút. És a kompozíciót nézve, én a Camille-t nehezen, de el lehet képzelni támogató játékos, és akkor Galio megy föntre,
És ugye önmagában az, hogy Kulas nincs itt, ő azért most nem akart a Gálióval játszani, tehát nem volt muszáj őt tiltani, tehát nagyon sok mindenből épült föl a Gálió választás, de Gálió középső is végezi, biztosan. Így. És közben akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Már most? Hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Van hang. Mit merné jósolni erre a mérkőzésre? Semmit. És megérkezik a Hextech ultimátum, és amivel azonnal távozni kell Kulacsnak, hiszen a falhorog kiugrott belőle. Elkésik ráadásul Paresz a gyilkosság Vazieré. A feldobás sem a legjobb, de el kéne hozni azt a Renekton. Ki fogja megölni a másikat? Vazier végül elmenekül, Préda leső a kérdés. Paresz. Nem lesz elég a Préda leső sebzése, nem bizony. Vazier. Túléli. De eddigre már valószínűleg el fogják bukni a második tornyot. Igen, csak be akarják fejezni közben Kulacsot. Nem jó a látványos belépő, viszont Kulacsot túléri a Hextech ultimátum, aztán villantban, ne! Paresz pedig benne a buliban, de a végső képessége nem fogja megmenteni Gellert. Be lehet-e fejezni? Be lehet! Kulacs! Mit játszik itt? Úristen! Nemhogy túléri ezt a kezdeményezést, még gyilkosságot is hoz el, és ezzel egy-egyre módosítja a cserét. De a következőre már kell jönni, Korki is itt van a közelben, a végső képesség. Feldobás nem rossz, és ott a kezdeményezés, mennyi ember dobott fel a végső képességgel úrnak. Paresz eltűnik az övével, hogy még éljen egy darabig. Kulacs be van a buliban, viszont nagyon szépen Kubuék szétszedik a hátsó sorát az Afterglow csapatának. Már négy ember halt meg, Feber lesz a következő, még egy gyilkosság, ez egy 5-0-ás csere. Nézd a kezdeményezést, azonnal feldobják a levegőbe Paresz-t, aki hiába villant túlélni ezt, éppenséget túl tudja, de a Lulu végső képességet el kell használni. Kit érdekel, hogy Paresz túlélni, hogyha a Nexus pedig ledöntik közben. Már az első tornak annyi, oda próbál fordulni Kubu, hogy büntethessőre nem tudnak kijönni a kezdőről, meg már felrobbantott a Fevert közben Kubu, aki pedig egy Rage Quit-et mutat be nekünk, a Nexus ledől, és a Rift 10 Force csapata igenis elégtételt vesz, egy pont az övék. Üdvözlünk vele mindenkit itt a frenetikus videó után. Hellblazerer és Incredibirdman. Nagyon szép, nagyon szép név mind a kettő. Gratulálunk, így van, Thanatosnak, hogy nem tud azért beszélni ma. Incredibirdmantől szívesen látik egy fotót, hogy... Hogy milyen mi az Incredible Bird? Igen, ez is igaz, ezt a szakállat megnéznénk, így van. Nagyon, azt a képet én várom a Magyar Gól TV Facebook oldalán. De hogy nyomdafestéket tűrő legyen. Igen, tehát csak az arcod rajta. Meg a szakáll elég rajta, így tehát van. Nem kell teljesen mesztelő tükör elé állni és úgy semmi fotózni. Mármint állhat a tükör elé mesztelő, csak ne azt fotózza le, ne teljesen. Azonnal érkezik majd amúgy egy megállítás a játék során, és akkor már el is szeretném gyorsan mondani, hogy akik amúgy ebben a hónapban feliratkoznak, bármilyen csatornára az első feliratkozást féláron tudják megcsinálni. Mert szubtember van, kérem szépen. Ennek köszönhetően ti is csatlakozzatok a Magyar LOL TV feliratkozói közé. Hónapban már több mint 100-an iratkoztak fel. Nagyon komoly ez a gárda, és természetesen a szeptemberi szubprogram, már szubtember lesz, akkor eléggé királynak ígérkezik, de még nem mondjuk el, hogy mi lesz benne. Ami viszont tuti, hogy már töltenek be a játékosok az idézők szurdokába, és ahogyan azt ezzel említettem, lesz egy pauz, így
Tudunk majd beszélgetni, Pierce. Te is. Viharos, lendületes Benz. Igen. Az oké, okay, hogy a forra, hogy mennek most nagyon a McLarenek. De hogy még itt is akar menni Benz. Az a Mercedes-Benzel. Érted? McLaren-Benz. Ah! Nagyon jó. Nagyon jó. De amúgy mostanában egészen sokat lehet látni a Kogmaoknál ezt, mert tényleg nagyon hamar ki tudják osztani a sebzést, és akkor utána, amikor megijed az ellenfél, addigra már viharos rendület aktiválódott, és le is futja az a Pogwao a kérem szépen ellenfelét. És nagyon érdekes mind a két oldalon az összeállítás. Csapatkompozíció, csapatküzdelemre alkalmas mind a két oldalról. A sebzést viszont az egyik oldalon leginkább Camille és Kogmao fogja hordozni, és talán valamennyit Gálió, meglátjuk, hogy hogy alakul neki a játék korai későbbi szakasza. És pont ezért nagyon fontos a Lulu, mert ő véd, ő átalakít, ő lassít, ő extra sebzést ad, extra sebességet ad. Jól mutat a Lulu a Kogmao mellett, nem egyszer láttuk már, hogy sikerült itt hipercarry-vé válni a Kogmaónak. De a másik oldalon kicsikét magabiztosabb felállást vélek felfedezni, hiszen egy Gragas kezdeményezés és képességrepertoár, egy Gnár ösvényfázis és képességrepertoár, az jobban passzol a mostani, legalábbis HLO-ban, vagy akár LCS-ben látott metába, és Syndra szintén úgy gondolom, hogy egy biztos mágus lehet. De kérés érkezett hozzánk, Pisz. Nem. Ez nem kérés, hanem egyértelmű, hogy hölgyeim és uraim. Egyértelmű, hölgyeim. Tudjátok, hogy hol vagyunk mi most? Tudjátok, hogy hol vagyunk? Tudjátok, hogy miért gyűltünk ma itt össze? Miért gyűltünk itt ma Tudjátok, össze? Tudjátok, hogy mi lesz szeptember 30-án? Mi lesz szeptember 30-án? Vasárnap. Amúgy szombat. Igen. De. Samsung League of Legends budapesti állomása fog majd érkezni. A szezon záró állomás. Sok-sok vidéki várost érintve, pontosabban kisebb várost érintve, kisebb város. Magyarország... Nagyon szomorú amúgy. Magyarország fővárosába, Budapestre érkezünk majd 30-án, miközben azt oda vigyezteném, hogy 3 percig fogok erről beszélni, körülbelül annyi pauzra lehet majd számítani, hogy... Ezen az állomáson az apraja, nagyja a League of Legends magyar színának ott lesz, kint lesz, és hepajkodni fogunk. A Telekom székházában lesz majd ez 30-án ez a rendezvény, délben majd lehet befele érkezni minden kedves nézőnek, kint lesznek streamerek, kint lesznek vendégek, lásd mi, lásd AK, lásd Diesel, No Life, Faplovak, No Life Dávid és Ákos is. No Life 2 az egyben. Minden kint lesz, és mi is a teljes csapattal, -2, de kint leszünk sokan, mi is. Nagyon sok vendégre számítunk, folyamatos helyi játékok, 5-5 és 3 János bajnokság, B5-ös döntőnek a végig nézése a színpadon lehetőségem. Lesz mindenkinek szurkolni, reméljük lesznek pálcák is, tehát egymást ütni, verni vele. Meg persze szurkolni is, és egy V1-es bajnokság is lesznek, majd lehet játszani a szuper celebekkel szemben, ahol értékes nyereményeket mondjuk tapasztalatot mindenképpen lehet nyerni, és ugye hát otthon kirakni a polcra, megvertem Alkát, mondjuk az nem egy nagy ki... Mindegy. Lolban, igen. De mondjuk a másod is kirakhatja, csak azért nem vállom felelősséget. Igen. És meg azért ez egy eléggé nagy kihívás, nem? Igen. Alkát elverni. Persze. Nem mindenki reagál le úgy, mint Mumus. Viszont ugye igen. FIFA és Overwatch játékok is lesznek, tehát nagyon sok opciónk van arra, hogy le lehessen magatokat kötni a rendezvényen. Aki mondjuk ilyeneken még nem vesz, és mindenképpen szívvel ajánlom, hogy ez egy jó program, nagyon jó program, és a jegyvásárlás már most egyrészt meg lehet találni a lolrocho.hu oldalán, illetve az alsó Twitch paneleink között van egy nagyon szép dizájnon ellátott kis panelecske, melyre rákattintasz, már csak pengetni kell a dellát, és minden pörög a zsebbe, zsírkirályba, de olvashatok-e figyelmesen, hogy hogyan vásároltak jegyet, mert fontos, hogy mindenkit be tudjunk szépen azonosítani a megvásárolt jegye mellé. Körülbelül ennyi lesz majd, ami minket vár 30-án, addig pedig még a raklapdi meccsel fogunk jönni, és tényleg csak a két legmegérdemeltebb csapat juthat be a döntőbe, aki egész nap a Rivalda fényben, a színpadon 5v5-ös, BO5-ös meccse vehet majd
nagy rész! Szép volt, Pierce! Tényleg végig dumáltad ezt a 3 percet. Gratulálok, mindenki tapsolja meg otthon Pierce-t. Igen, halljam a tapsokat, gyerünk! Nagyon, te is taps, nagyon jó! Szép, szép munka, kérem szépen! Örülök mindig, amikor ilyen aktív közönségünk van. Amikor ilyen live kamerás felvétel lehet hallani, bentünk, úgy csaj már! Igen. Oké. Viszont véget ért a pauz, hölgyeim és uraim, menj a játék! Üdvözlünk az idézők szurdokában mindenkit, igen, téged is! Kezdetét veszi az Afterglow, illetve a Rift eSports mérhetetlenül fontos összecsapása, hiszen aki most nyer... Az egyik legszorosabb meccsünk ez most ma, az egyik. Így van, az egyik. Biztos, hogy ez nem lesz semmit mondó ennek az eredménye, mert tényleg a továbbjutás a tét, ahogy te az. Is akartad mondani. Így van, itt a Lea tét egyértelműen, hiszen nem tud a rájátszásra menni és a döntőbe és a fődíjért indulni az, aki most. Azt hiszem, hogy 1,2 millió forint az összdíjazása a két csapatnál majd azért, azért az nem piskóta. Hát nem, főleg, hogy abból... Nap, egy 3-4 éves szabadságot kivehetnénk belőle. Az biztos, az biztos, az jó lenne. Meg egy teletankot is végre, nem? Igen, de... Milyen jó, hogy Budapesten most nem kell tankolni. Igen, hálára az égnek, igen, most nem kell tankolni, most a bérlet is megteszi. Ja. De... Éppen a csoport kompozíciókról kezdtünk el beszélgetni. Azt mondta, csoport kompozíció. Csapatot mondtam. Én csoportot félre hordd a fület, Pirc. Igen. Szóval, a pont az alsó ösvényre nem beszéltem. Hát működik amúgy spoilerként a fülem. Hát így lefogja a szelet. Lefogja? Ne, persze, de akkor a füleim. Jó, hát igen. Igen, hát ez pont ilyen. Egy kábetűs kezdeményezés volt nálad gondolatban, hogy te ehhez akartál ikretni, nem? Nem, egyáltalán nem, teljesen elkalandoztam. Még nem éretek semmi? De még nem jött semmi. Csalódtam benne. Pírsz, ne haragudj. Pedig egy bot fűre nem lecsapni. Tehát jogos, így van. Hát igen. Amit mondani akartam, hogy ez a Kogma-Lulu páros, ez fogja tudni zaklatni Alisztárékat egészen konkrétan egy pár szintig, amíg nem lesz meg a kezdeményezés például Alisztárnál, amíg védeni nagyon nehéz lesz azt a Twitch-et, neki is szüksége van a szintekre, hogy jól tudjon provokálni, látjuk, hogy be is vannak szorítva a torony alá, a szintelőny már ott van Luluéknál, óvatosnak kell lennie a Jastroméknak. De hát Jastromék talán rendelkeznek már akkor a gyakorlattal, hogy ez menjen. Kérdés, hogy bejutnak-e a rájátszásba. És ehhez nagyon fontos az, hogy most tudjanak győzedelmeskedni. Ha most győznek, a Rift eSports már nem tudja beérni őket. Csak a THR elleni Afterglow mérkőzés lesz az, ami ma még számít, és akár az első helyet is eldöntheti. Sőt, azt dönti el majd az első helyet. Megjött Paresz. Apá, az a villanás kuksis, és visszadobja Gellert be! Konkrétan Paresznek a hasa közepibe, ez pedig még egy kábításra ért föl. Geller az első halott, aki pedig most kivételesen kifárasztás hozott, pedig Geller majdnem mindig égítést hoz. De aha. El sem tudta időben használni kuksis, aki ugye eddig végül is nyomás alatt volt. Amikor a hívószó megjött, berobbant kuksis ezzel a Alisztárral is. Erre képes ez a Bika. Nagyon-nagyon szép volt az összjáték, kérem szépen. Paresz jókor érkezett, a kommunikáció nagyon flottul ment, időben jött a válasz. Nagyon szép volt az Alisztár kezdeményezés is. És villanását amúgy nem használta el Geller, mert hát minek is pazarolja el. Jön Paresz, neki villanás éppenséggel van. Gáliót még ezekben a szintemben talán meg lehetne ölni, jó a sebzés is, villania kellett Kubunak. Nem bízta a véletlenre, hogy kábítást kelljen megennie. Nem maradt mondjuk sok élete, úgyhogy végül is még indokolt is lehet. Igen, és hogyha az a kicsörökás talán, mert Paresz csak akkor villant volna, hogyha nem villan Kubu. Igen. Én viszont mindenképpen jó cserének volt mondható, ugyanis idézőképesség elvétel lesz fontos Gáliónál is. Persze a teleportjának köszönhetően még azért van vissza. Az a lassítás mellé, Apacstól a talált volna, még kellemetlen lett volna, van kicsörökás kombó, és Vazierek villani a Paresz pedig eszi a torony sebzést. És ez fáj. Fáj, nagyon fáj. Rek'Sai pedig lebukott a krugoknál. Van itt valami kitimpánzinő nő itt a bokorban. Mondja aha. Ezt igazából közben. Hát Paresz az ösvényben járt. Tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy eddig mind a 3 ösvényen járt. Egy gyilkosságot, ráadásul egy első gyilkosságot elhozott lövészének.
középen kivillantatta Kubut, fölül pedig Vazírt, és hát ezt kétségkívül megérte neki. Miközben Rek'Sai úgyhogy a krúgokat is el tudta már pusztítani, még komoly dzsungelhaladás nem mutatott fel, bár szintben bőven tartja magát Paresszel szemben, de Domének mindenképpen rendbe kell tennie magát hamarosan. Az ösvényeken hátrányba kerültek emberei, okosan kell bánnia neki is majd az erőforrásokkal. Paresz meg is lehetett találni, de az talán kevés lesz. Kevés, de legalább Dome legalább valahol aktívoskodik most, az pedig ugye az ellenfél jungle-re, viszont jön Apache is villanul, és már Dome felütés pedig jó Apache-ra. De ez még nem jelenti a végét, Gnárnak még lassítása éppensége lesz, de inkább nem mennek tovább, egy jó őrszemet is talán közben Paresz Apache párosa. Ez pedig bódottság. Na, azért megint mennyivel másabb meccset kezdünk most, tehát nincs aranykülönbség, pedig akció, az van bőven. Pontosan a dzsungelesek kellően aktívak ellen dzsungelezésre, és láttunk egy próbálkozást. Szép összjáték mind a két oldalról. Miközben, hogy az ösvény párharcoknál azért tud vezetni farmban. Ez mindenképpen pozitív, mert neki nincsen némítása. Szép kábítás, és megint ki van itt? Hát Paresz! Paresz mindenkit beparázol, abszolút. Igen. Eléggé param. Ja. Ő a Paresz a csapatban. Igen. És nagyon jól csinálja azt, amit csinál, csak nincsen akkora nagy sikeressége az ő rajtaütéseinek. De még mindig több, mint Domének. Ez így van, még mindig több, mint Domének, és annyira, mint mondottam, nincs is lemaradva farmban. De hát, ha ki tudja használni azt Rek'Sai, hogy dzsungeles ellenfele eddig csak zaklatta az ösvényeket. Nem is akár, hogy mondjuk ezt tegyük hozzá. Pokoli sárkányom ugye az első, nagyon, de nagyon jó célpont. Oda kell rá figyelni. Villanásra pedig hamarosan lesz Kuksisnak. Ha mindig tudják tartani a farmot, és amikor lesz a Lisztának villanása, kezdeményeznek egyet, és abból gyilkosság van, akkor az bőven megéri Jastroméknak. Ez így van, miközben Benz azért a farm előnye mellett most ő játszik azzal a kaumával, ami az előző meccsen ellene kellett játszania, tehát nagyon benne van szerintem most a buliba. Egy baj van, hogy Alistartól semmelyik lövész nincs megmentve, melynek nincsen beépített odébb lépése, csúszása, ugrása. Igen. És sajnos Komo is ebbe a kategóriába tartozik. Persze, a másik oldalon nézzük meg, hogy a Gario belépés, a Lulu-nak a védekezési lehetőségei, vadonszava és pajzsok és sebesség és a többi. Nagyon sok potenciál van abban, hogy tényleg lehessen hagyni kibontakozni Benz. De ehhez valami istentelen fontos kommunikáció és csapatjáték kell, ami most hát tényleg a következő pár hét alakulása múlik ezen a meccsen. Aha. Igazából mind a két csapatnak, tehát nagy a tét. Nagy a tét. És mikor végeznek a rócsó döntőin, ha valamelyik csapat benn van, vagy eljutnak odáig, akkor pedig már közelem meb is a nyakukon van, tehát igen. Itt most az elég brutál igényeket kell kielégíteni, és Jastram jól cserél, de a pajzsra reagál Gell, és mit csinál Benz? Támad. Nagyon szépen köpködik ki a nyálat a kis torkából. Így van. És amúgy már 6-os szintet meglépte Dome, de Paresz még nem. Ha meglépi a 6-os szintet Paresz is, akkor sokkal hatékonyabb rajtaütéseket tud csinálni, mint az elején, és meg is van végre az a 6-os szint. Ha most érkezik, akkor biztosan kell egy villanás, mert a robbanékony hordó az egy eléggé alattomos dolog, kérem szépen. És továbbra sincsen aranykülönbség. Az, hogy tud vezetni farban Vazier és Benz, egyértelműen az első gyilkosságot kompenzálja, de most, ahogy mondod, most mennek ki a pokolira. Most kell kimenni a pokolira. Rá van tolva az alsó ösvény, ott van Dome is, most kell ezt megpróbálni, de Paresz aktivitásán múlik, akkor ott lesz a környéken. És itt van a környéken. Már pedig egy fontos sárkányról beszélünk, mert mind Kogmónak, mind Szindrának, meg egy Twitchnek, hogy ne érni meg a sebzést, több lehet Paresz be fog jönni. Oh! Elhozza
hozzá, és Geller majdnem bele is hal. Kilépő és belépő egyszerre. Villang Geller menekül. A Rift eSports ben van közön. Kubu négy ember gyűrűjében. A teleport jön. Villang Kubu meghal végül. Jastrom, mert kicsit arrébb kellett van neki helyezkedni. Jön Kemél. Jó a lökés még Kuksisra, akire jön a bensebzés. Most megint a Rift eSports fordul. És senki nem hal meg. Febern végső képes, hogy nem volt elég az eltakarítása senkire. De a sárkány Paresz kezei között. Visszajátszás. Érkezzék is a visszajátszás erről a fantasztikus esetről, ahol Paresz előre megy és ugyan föltartják, de puk! A mesteri sújtás. Zseniális. Dome nem is sújtott. Itt pedig a csapat küzdelemnél Jastrom elpozícionálja magát, nem tudja végül többek között a kipárasztás miatt sem befejezni ellenfelét. Meghal, reméljük a tajkártyát hozta magával, ahogyan Alistar ismert, szintén ő is elpozícionálja magát, és ezeket az akciókat, ezeket a hibákat pedig a Rift eSports kihasználta, és eléggé föl is húzták magukat szerintem, mert az a pokoli sárkány őket illette volna meg, de aztán jött Paresz! És tényleg egy max range-es sújtással hozta ezt el a KB, hát éppen elérte azzal a sújtással a távolságot, és lehet, hogy erre még nem is számolt, hogy 10 fazon, amíg lehet sújtani. Ha persze. Nem csak test közelben lehet ezt a gombot megnyomni, és tényleg, amit, ahogy mondtad is, hogy Dome nem sújtott, ez nagyon sokat jelent. Szuper csillag, Paraszvaj, harmadik havi feliratkozás! Kösz szépen! Persze. Itt élő adásba, paraszt hozzá le. Próbáltam nagyon gyorsan mondani, hát ha nem hallják. Tudom, hát ha nem veszem észre gyors a cset, igaz? Igen, és nem hallom. Igen. Jó, van rendben. Kuksis, mi van? Bár nagyon kedves tőled amúgy, hogy szuper parasztnak hívtál. Tehát csillag. Ezért csillag. Szuper csillag, sztár. Sztár, igen, pszt, igen. Igen. A végére. És harmadik havi volt, jól láttam? A harmadik havi, igen. Ezt hogy mondtuk be máskor? Hogy mondtuk? Valószínűleg nem mi mondtuk be. Így van, mert még nem parasztoztál le eddig soha. Nem neked mondtam. Tudom. Akkor meg mit húzod itt meg fel magad? Jó, persze, nem húzom fel, mindegy. Mindegy. Vicceltem. Persze. Vicceltem. Viszont! Ahogy ebből a 2-1-es cseri... Most már tényleg az lehet! Jaj, a 2-0-ás cserére, hogy elvitt a pokoli sárkány Paresz, ez szép is jó, de már hogy a harmadik gyilkosság gyűlik azóta szépen a Rift eSportshoz, ami azért most náluk jelent aranyerőnyt. Aha. Viszont azért csapat harcokban, ami igazából ugyanúgy kezdeményezhető majd az Afterglow csapat általában, viszont most a pokoli sárkány miatt több sebzés rejlik a gárdában. Jajajajajaj! Hextek ultimát, itt van Döme is, nincs átalakulás most apastak sem, pedig viranás! Sokat tankol Vazier és ez fájt, Döme pedig és nem. Nem tud kiratolni a range-ből sehogy sem, Döme. Hát még Döme, ez pedig egy halál. De meghat Apacs úgy, hogy telepagya sincsen, tehát a vasztét pontot fog bukni, Jászra pedig támadni készül. Itt van Paresz, nincs viralás. Méreghányás támadás Jászra által, aztán még rakat sebzés Pestől és a Pixitől. Így van, nagyon szép sebzés. Jó, a kábítás vissza. Ugyan ő közben Kubutól, ja. Erre jó a Gárdió és Szindrával szemben, hiába van, aki végsőképesség, Paresz szerintem. Pedig a semmiből, Benz pedig igen. Egyértelműen kifagyott. Ez tökéletes, tehát hogy ez pontosan látható volt, hogy szegényel para van, hiszen... Jött Paresz, így van, a Paresz is vele volt. De volt egy őrszem Paresznek a pozíciójába, tehát hogy... mivel nem egy bronz 10 kategóriájú mérkőzést nézünk, ezért tudjuk, hogy ha megáll a lövész és nem csinál semmit, ráadásul úgy, hogy látja, hogy van ott egy ellenfél, főleg az ellenfél dzsungeles egy Gragas, ezért sajnos Benz. Az a baj, nekem van, hogy robbanik a hordónak a gombja, ha megnyomta a Paresz. Ez a Benz meg fog halni. Egészen biztosan meg fog halni, meg hát sajnos nincsen olyan rendszerünk, mint amivel egyedül a Riot Games rendelkezik, a Chrono Break-kel. Visszatekerési? Ahol visszatekeri. Hát igazából igen, nem visszatekerik, hanem úgy csinálják meg. Szóval Benz meg fog halni, nyert egy ingyen gyilkosságot az Afterglow, és ez nekik nagyon viszont jó. Viszont szerintem jelezte ezt a Rift eSports, hogy kifogyott tőlünk Benz, és lehet, most mindenki megáll, de ez nem biztos, hogy Benz megmenti. Mert a képességek java az úgy megy. Az a folyamatban igen, van. Igen. Mondjuk az vicces lenne, hogy miből gondolnák, hogy... Na, tehát, hogy jelen körülmények szerint ennek tovább kell mennie, és
fél másodperc ad meg, tehát itt tényleg kiment minden már. Sajnos, sajnos ez benézte szegény Kogma. Persze, a technika ördög az nem csak nálunk nem alszik, hanem a játékosoknál sem mindig alszik, tehát így ez van. Így egyértelmű gyilkosság, amely persze Torvet is jelentett, ez pedig egy eléggé nagy, nagy visszalépés és előny. Hát, ledolgozása hátrának is még akár ki is lehetett volna előnyt ebből szuszakolni, viszont így vissza zár az Afterglow. Vissza. És teleportját elhasználta Frenna Fanboy, azaz Kubu. Kubu. Viszont nincsen semmilyen búra ok a piros csapatnál, hiszen az arany különbségeket látjuk már egy jó ideje, azért vannak ott előnyök, főleg Dome amúgy rendelkezik nagyon sok aranyjal ösvény ellenfeléhez képest. A többiek talán egy kis lemaradást tudnak csak felmutatni a piros oldalon, de mind a két társaság rendben van, és az egyik nagyon jó edző az európai LCS-ben, ugye Yamato Cannon mondta azt, hogy csak két ösvényt kell engedni, srácok, semmi többet, két ösvényt megvan, akkor onnantól kezdve már, már menni fog a mérkőzés. Hát most jelen pillanatban két ösvényt a Rift Esports tud magáénak. Igen. Na, de 900 arany különbségről beszélünk, tehát még azért itt van mit javítani. Megindul Dome, úgyhogy jön egy paresz, amire nem biztos, hogy tudod, Hősi. Levegőben van végig, konkrétan apacs, még provokálva is, és megjött Febern hátul takarítani. Ugyan meghal apacs, de szép itt Febern, és megjön ugye épessége, még Dome a végső képessége után. Kis támadásra jönnek a minionok, az első törnöte, az a Rift Esports, elég brutál visszakézből levő támadás Benz halála után. Micsoda, rímekben beszél Spears. Észre vettem. Én észrevettem, én figyelek rád. Figyelek rád, de ahogyan a Rift Esports játékosai is figyelnek egymásra, hiszen nagyon jó összhangot mutattak. Nézzük is meg a visszajátszást. Így van. Itt ugye még egészen magabiztosnak gondolhatná magát a Gnár, főleg még falhoz is vágja a Rek'Sai, de már három emberrel van ott a Rift Esports, és persze bele tud szólni Syndra a küzdelembe, és eltakarítja Lulut, akinek ettől függetlenül ilyenkor már a végső képessége kiment, így a fő dolgokat megcsinálta. Egy gyors visszatekintés volt a visszajátszásba, és hamarosan itt van a támadás. Én a fejembe visszajátszottam. Tudom, is, tehát... a te fejed mindig van valami. Hát igen, egy kis csalamádé, káposzta, valamit lehet választani. Így van, fasírt. Igen. Igen, fejed így nem, fasírt. Igen. Na, de Paresz és Dome a két dzsangeles takarítja az őrszemeket, de látjuk, hogy van két szint előny Dome-nél. És most kezd látszódni Jászló, takar önmagában az a Twitch-el sebzést. 2-0-ás, viszonylag egyszerű csere az Afterglow-tól, ugyanis a Zalistar által okozott probléma alatt már majdnem meghalt Geller és Benz csapat. Hát az alsó páros, de nem ment ki a vadon szava. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tudod, van az az érzés, amikor valamelyik hősnek a képessége így pont talál, és a legideálisabb szituáció alakul ki. Nem tudom, Malphite végső képesség, Yasuo-nak az utolsó lehellete. Na most, most ez a Twitch szituáció is a legjobb volt. Igen. Tehát két emberre fantasztikus, fantasztikusan lehetett ezt megtekinteni ezt az egész szituációt. Komolyan mondom, nyálcsorgatóan tökéletes volt ez a Twitch helyzet. Amit aztán lekövetett jól a boci meg a haverok. És egy sárkányt is ért a pokoli mellé. Tehát két elég jó kis sárkány van már most az Afterglow-nak. És hogyha már Twitch és Gnár, akkor a csapatharcban szerintem igazán lehet majd jeleskedni. Ahogy a másik oldalról is, de Benznek nagyon fontos az élése, hogy túléljen minden kezdeményezést, és ő tudjon kibontakozni, mert ő lesz a sebzése nagyjából. Legalábbis túlnyomó többségben a Rift Esportsnál. Vazier keménye is, persze ott a háromság hatalma is van, illetve lesz rajta még több sebzés, de talán ő arra jól jászlom a kicsikét hátul úgy leparkolta a sakkoks, és pedig elfáradt. Kapott egy jó buksist a fejére az az Alistar. Hogy ugat közben Benz? Abszolút, igen. Hogy? Igen.
szép játék volt, és hoppá, egy hírnök legyőzésre került. Miközben Kubu, ha már Gálió is jön, Vazier, villankapásot de az ultimátum kijön, ez pedig halott színra. Ebben jó lesz Vazier végig. A papír karakter rek közül, mely Febernek jóval kevesebb az esélye arról, hogy visszatöltse az életét menet közben, mint a Twitch. Ő nagyon jó célban ezt mindig majd Camille-nek, és ritka olyan Camille-t látni, akár a Roadshow keretényből is, kit nem büntetnek rommá. És Vazier nem kapott sok rajta a kis paresztől, csak egyet. Ez pedig egymás után két torony, mert megint csak nagyon sok lóvé, és ugye hírnek jól működik. Közben Kubut hárman verik agyon, és Jastrom kapja a gyilkosságot, így már 4-1-1-es Twitch lett. Hát a Kubu halál az nem feltétlenül volt benne a Rift Esports tervében, amúgy adaptik sisakot vásárolt magának a kolléga a középső ösvényen. Apas, mellé dobja a bumerángot is, igen. Ős ismered. Igen. Ilyet is tudok, látod? Igen. Visszajön, figyelj meg, nem tudom, visszajön, úgy adom, visszajön. Igen. Jó, hát korrekt, figyelj. Jó kutya. Jó kutya, jó kis gnár. Igen. Dome. Jó a felütés, Pajlesz pedig próbál besegíteni. Itt van Benzis, jön hátul, közben Kuksi is. De szép. És a vadon szavával lehet reagálni, Benzi így ölhet, Döme pedig túlírni, pontosan Dome-t a főleg. Négy emberes felbűzítés Kubutó, jó a sebbüzés is, benne van Vazier. Ultimátum is lesz hamarosan. Egyértelmű szép megfordulás még a Rift eSportról is. Kuksi is, aki bevitte a buliba a népet. Jó a sebbüzés, Jászra már az a végső képessége még nincsen elhasználva. Csak kizárólag válaszolni próbált. Benz pedig nagyon fáj. Nagyon fáj az a Benz. Nagyon. 4-2-2-es. Tüpenge! Tüpengeje! Így van. Te mérges szamurájmester, olyan ez a tárgy. És azt kell, hogy mondjam, hogy szép válasz volt ez a Rift eSports-szal. Egy olyan akcióra, amit meg nagyon jól próbált meg kivitelezni az Afterglow. Tehát Kuks is tök jól érkezett a vonalak mögé, de Domét nem tudták. Domét nem tudták befejezni. És ez szomorú volt az ő oldalukra. Próbáltak onnantól ezen menekülni. De tényleg például ott van Benz, aki ontja magából a sebzést. Főleg úgy, hogy vele van Lulu is, hívők töménye. Ez nagyon, nagyon tömény már így. Hát biztos. Az Afterglow-nak ez a Kog'Maw. És ki tudnák fókuszolni, csak jól pozícionál és jól tud érkezni. Nem rajta van a fókusz. Ez így van, Baron a sor, wow! Az pedig egy jó hívás, bár Dome a közelben van, és van neki sújtása. Ráadás egy darabig volt Reed-nek, szóval sejthetik, hogy a Baron a sor megy rá is, tehát ott megint Dome be fog érni, vagy nem fog beérni, Dome be! Apacs! Ki nem lesújt, hanem lecsap végül, és jön Vazier, ultimátum megint csak van. Gnárnak nem jó Gnárja, nem kerül falhoz, egyik játékos sem, Kukris túléli, és ott jön Benz! Két fős kávítása reagálja ezt a éppenséggel az Afterglow, de Vazier még nem akarta ezt annyira megszakítani. Ultimátum, jó apacsa szemben, Vadon szava! Vazier pedig túléli, és Benz végül, aki takarít, Kuksi is pedig hés ismere! Hát a torony, aki majd megöli Kuksi szépen lassan. 2-0-ás erre, a Baron a sort elhozta apacs. Ez oké. Okay. De lehet, hogy sokba fog ez kerülni. Harmadik sárkány is amúgy hegysárkány lesz, és hamarost érkezik. De ahogy te is mondtad, a Baronnal sorott, az Afterglow-nál Jastrom. És Benz nézze, megint lőhet, és milyen jól helyezkedik. Visszaállít, Mihes érkezett ugye hátul Syndra. És Jastrom szerintem fel sem fogta, mi történt. Olyan brutál sebzést tojt ki magából Benz, hogy ezt nem is lehet igazából sehogy se leragálni. Jó a kábítás Febertől, de ennyi elég volt, mondja a Rift eSports. Megint egy gyilkosság. Már a harmadik egymás után, és a Baron a sornak kb. Már nincs is powerplay-e. Mumus a legjobb szeretünk! Harmadik havi feliratkozás. Köszönjük szépen, hogy harmadjára is megtiszteltél minket azzal, hogy feliratkoztál a csatornánkra, ezzel támogatod a munkásságunkat. Üdv a klubban! Pontosan, üdv a klubban! És jövő hónapi szóbb programunkban téged is várunk szeretettel. Így van. Aminek majd elmondjuk, hogy mi is lesz. Így van, az még egyelőre titok. Titok. Miközben látjuk, hogy Benz utolsó leheletet is vásárol magának. Utolsó esélyt, bocsánat. Hát utolsó esély lehet, egyben utolsó lehelet is. Igen.
végül is. Eléggé sok sebzést tont ki magából, tehát, és, hogy... És hogy ez a sárkány is végül Afterglow-hoz kerül. Van itt még mindig egy partiban lévő Afterglow, akik amúgy nagyon könnyedén tudnák a torony különbséget, ami 5-0-ás, irgalmatlanul magas, negligálni, ha kikapnák Benzt. Ó, igen. De nem tudnak rá megfelelő fókuszt fordítani, és ez baj. Tudod, ki fordít rá fókuszt? Ki? Geller. De ő brutálisan. Igen. Tehát régóta nem kell időzőképességét használni a Benznek. Nem. Be van védve a fiú, és tényleg a düpengének köszönhetően pedig mindenféle sebzést hány ki magából azzal a kogmóval, és erre készült, és ezért vár eszébe az a Kubu, azt a Gáliót, aki ugyanúgy nem szereti, csak inkább orrgyilkosokkal játszik szívesen, azt behoz a Gáliót. Azért, hogy tényleg a kompozíció kerek egész is szexi legyen, ez pedig tényleg egy ilyen felütéses, Dome is felült, aztán még a Badon szava, és emellett Vázi elben megy hátra a hátsó sorba takarítani. Mert tényleg Febernek a sebzés lenne igazán jó Benz megölésére. Abszolút egyetértek. És amúgy, hogyha megnézzük jelen pillanatban az állást, akkor jó, megfigyelhetjük, hogy a 6000-es előny ott van a piros oldalon, a Baronna sor miatt még talán életben fog tudni maradni egy jó darabig az Afterglow társasága. De a pénz különbség nagyon nagy lehet amúgy számos ösvényen. Például az a Camille is nagyon el van kanászodva, akiről már te is említettél. Te is fordítottál rá pár szót. De a legdurvább az, hogy mindenki részt vesz a gyilkosságban, és mindenkiben van amúgy sebzés és lehetőség. Ajjajj! Nem volt az rossz, Benz éppen visszalépett, így nem tudott ő is sebzés kiosztani Febernre. Hát függetlenül azért Kubunak elég fontosak a provokációi folyamatosan. És érkezik Dome is. És akárhogy is figyeljük meg, igazából az Afterglow csapatának játékosainak fogy az életre, de eléggé gyorsan, és átlakulás később lesz még Apacstól, az pedig kellemetlen, Apacs! Nem bírja, kivillan, de Benznek az alatállása már kiment, belép, kilép, bebum! Mondja ez Kubu, aztán pedig megy tovább villanással, provokál, Paresz pedig bajban, még Kux is megmenti, Feber pedig öl, aztán pedig Febert öli meg Benz, akit továbbra sincsen fókusz, a villanás, a gyújtása pedig előre felement. Támadó jelleggel, nem saját magára. Hát az a nagy helyzet, hölgyeim és uraim, hogy óriási erőnyre tehet most szert a Rift eSports. Ebből biztosan lesz tudom, de nézzük, mi történt pont. Most nézzük, nézzétek velem, nem csak a fejembe követem. Én nem nézném. Vagy de, a fejembe követem. Én inkább ezt nézném, hogy is jön kapásba megint Kubu, és villan Kuks is. Aztán jársz... Mit te sebe ez a Benz? Benzin, Benz out. Hová tűnt Démon, Benz, Hill, Alistair, igen, Benzin. Többiek? Három ember megint ott van igazából a halálban. Jó, most egyik az Benz, de előtte két ember takarított el. Mm-hmm. És akkor most nézzünk egy visszajátszást? Na, most akkor nézzünk már egy visszajátszást valahol itt, ott. Na, érkezik most tényleg, nem lesz akció. A kezdeményezés jó a Gáliótól, és ki lehet kapni Apacsot nagyon korán, ami baj. De figyeljük meg Benzt. Még előre villan azért, hogy sebezzék, folyamatosan fókusz nélkül okádja ki magából a kutyakulát. Zseniális ez a sebzés mennyiség tőle, senki nem törődik vele, félvárról veszik. Nem tudom, melyik a gusztustanában, hogy kutyakulát hányni, vagy pedig az arcba kapni. De nem tudom, melyik a rosszabb. Hogy te generálod, vagy te kapod? Na, hallom őszintén, nem. Csak lefordítottam az elemzést. Hát köszönöm szépen, igen. Ugye, kiragadtad a lényeget belőle, pontosan. Hát, sajnos az ilyen szavak miatt leragadok náluk. Na, de igen. Amúgy igazad van. Kutyakulat nem jó. Kuksi is próbál letessékelni egy Kubut, és Benz abba a törhetetlen akaratba sebez, és nem is olyan keveset, ami most már kiment. És mi is lenne a probléma, hogy innentől kezdve ez nem lesz meg Kuksisnak ez a képesség. Jászlom pedig arra vár, hogy mikor lehet csatázni. Ne felejtsük el, van egy Twitch ott Jászlom kezei között. Azt is láttuk sebezni bőven. Aha. Csak adjatok neki lehetőséget és platformot, ahol sebezhet, ugyanis eddig tol volt a fülibe. Tol volt a fülibe, pontosan. Fülige. Fülibe.
Amúgy most már látszik a Rift Esportsnál is, hogy valami tankosság azért készül, mindenképpen Gálió jól tudja tartani magát, lovagi esküje is van már neki, illetve Dome szintén rendelkezik ugye megfelelő életerővel, és erre szükség van, mert ugyan ott van egy 7000-es aranyelőny náluk, de jön a Baron Nashor. És a csapatküzdelmet elbukják azért, mert könnyebben ki lehet fókuszolni Benzt, abba baj lesz, de jön a teleport. Az pedig Vazier, Paresz vissza tud lépni, nincs ultimátum. Szómiszó, egy jó pár perc az inhibitort nem tudták megszerezni az Rift Esports játékosai, tehát foggal körömmel védekezik az Afterglow, és kell is. És kell is. Nagyon kell. És Jastromra nagyon várok, hölgyeim és uraim. 4-3-3-as, 9-ből 7 gyilkosságnál ott volt. Az pedig megint Vazier, igazán neki nem sok hiányzik ahhoz, hogy ultimátumban valakit bezárjon, de most nincs megfelelő célpont neki, ha valakit el tudnak csípni hátul. Ó, igen. És meg lehet ölni, akkor megint állnak az ember előnye. Nem véletlen amúgy, hogy három lencse is van az Afterglow-nál, hogy ne sétáljanak be bele a csapdákba. Csapda. Hello! It's a trap. Hello! Paresz visszám lép, és most buktak le, hogy nem szedik a Varanna sor, tehát vagy szedni kell, vagy pedig támadni. Így van. A felső is ilyen sok a minion viszont. Igen. De egyre inkább több felé kéne az erőforrásokat delegálni, és ez most itt egy nagyon gyors Varanna sor lehet, de Benz lép vissza, tudja, hogy rossz helyen van, és ő lesz a fókusz egyértelműen, mindig szedik a Varanna sort, jó provokációk ezen Kubutól, Apacsra, Kuxisra és a többiekre, a Varanna mindig szedik ki, mert a megváltás is, lassan sújtás is lesz a Varanna, és jön Paresz, ajaj, Paresz, ne elsújtani, most lép vissza Dome, kilépek, belép, kézben hátul Kubu, a felütés jó, meghal Feber, de meghal Vazier is, Benz pedig Benz! Él, most lehet eltakarítani Apacs által, 2-1-es sere, 2-2-es sere, és Paresz pedig mehet Doméra, akinek futnia kell, a lassítás kimegy. A menekülés pedig jó, a krugok pedig segítenek, a sújtása pedig életelőt nyer vissza, de a Baron szedi az Afterglow kérdése, meddig jön Geller, rávillan, Kuks is végül, ez pedig kellemetlen lehet, a teleport pedig jön, és Paresz az imbajban, Kubu fordul rá, jöhet Dome sújtani, mi lesz még ebből, nincs még sújtás a Domének, fölötti Apacs, Dome lehet, végül meg is hal, és ott marad Kubu. Nem viszi el senki a Baron Nashort, úgy néz ki. Na mi ez, csoda ez, csata. Ez a foggal körömmel. Ez a foggal körömmel. Érkezni fog erről egy visszajátszás hamarosan, ami itt az előbb történt, mert ez egy igenis nagyon fontos eleme volt ennek az egész mostani párbajnak. Úgy vélem, hogy fantasztikus volt mind a két csapatnak a reakciója az egészben. Nézzük meg, hogy Jastrom és Benz hogyan tud a küzdelem során kibontakozni. Jastromnak tankot kell fókuszolni, a Benz pedig megpróbálják a tankok kifókuszolni, és végül a hátsó sor tudja elpusztítani a két-két lövészt. Óriási sebzés mind a két oldalról, és ez a cicaharc pedig már a végén, hát komolyan mondom, az idegek harca volt, nézzük meg, Dome is még elmegy súlyt, ráteti az életrejét, és itt kell hagyni a végül Paresznek azt a Baron Nashort, amit amúgy egyedül lehet tudott volna hozni, de megjött Kubu a középső ösvényről, teleporttal a Baronhoz. Kubu a középső ösvényes teleporttal a Baronhoz. Na de igen, köszönjük a visszajátszást, fantasztikus volt! Foggal körömmel, ahogy te is mondtad, és nincs vége, 32. perec. Van aranyelőny mindig. Annál a Rift Esportsnál, de nincs inhibitor előnyük, viszont nincs tornya az Afterglow-nak, és kb. Pont az a 6 torony, ami köztük lóvi különbséget jelent. Jó, most itt Jasper kb. Amúgy nem. Kicsit egy több arany különbség is van, mint csak a 6 torony. Vazier, ultimátum, Apacs most át fog alakulni ugyan, kérdés, hogy mit lehet ebbe kihasználni, vagy mit lehet ebbe kihozni éppenség, egyenlően semmit, jön Dome, bejön Kuks is, fölült, hol van Jastrom, Jastrom még nem mer bemenni, egyenlően sebezni, vissza is kell lépni, benn van Kubu, Kábit, Kuks is a felbőszít, és a Kábitása pedig végül Feber zárja ezt a kis kóstolódás, vagy kóstolgatást. Rengeteg sok képességet használt el amúgy a kék csapat. De például Gnárnak,
a Gnárnak a végső képessége ebben maradt, hogy Szindrának és Jastromnak is, de Baronnasra próbálkozás, megint teleporttal jön vissza a pacs. Wazier is ilyen teleportra szépen lassan, kimegy Kubu provokálni. Jó még képessége Jastromra a provokáció, egy is kell neki villani, jön pedig Apacs, felülti Apacs a végig menet közben. Ő még kicsit rá, de villania kell Beznek, nincs már több élet, egy újítás sincsen már, meghal végül Dome. Jó! Kettős kábítás végül, 3-0-ás csere. Kubunak is meg kell halni, a Wazier még kicsit kinyírja, Koks is kis, sőt nagyon is. Kubu pedig még Apacsot talán, de nem. 4-1-es csere. És Baront hozhat ebből az Afterglow. Aztán talán egy-két torrot is, majd ha lesznek minionjaik. Nagyon szép előkészített. De figyeld meg azért, figyeld. Ide jön. És milyen jól teszi, illetve nem sok van, de még megpróbálkozhat valamennyire háborúzni. A Baranna sor megvan. Ah. Csak Jastrom lenne elegendő sebzése valószínűleg. És Jastrom, kérem szépen, mindig látjuk, hogy mennyire nagy körülteken tekintéssel készíti el magáról a szelfiket, és ezt most megmutatta, hogy a csapatküzdelmek során is tudja kamatoztatni, minden körülményre odafigyelt, és nagyon szép pozícionálással ki tudta adni magából folyamatosan a sebzést jó emberekre, és az egész csapatösszhang nekem nagyon tetszett, mindig azon voltak az Afterglow-os srácok, hogy ezt az ugató Kog'Maw-t lelőjék, illetve levegőt biztosítsanak Twitch számára, és végül ez sikerült, és van is amúgy helybiztosító képességük bőven. Yep. Alistarral, Gnárral és Gragasszal. Miközben nem tudott megfelelő sebzést kiosztani magából amúgy. Na, az első tornya pedig ebben a pillanatban megvan végre. És erről beszéltünk, hogy pillanatok alatt vissza tudják dolgozni, ha van egy kis lendületük, kettő hegy sárkány, egy pokoli sárkány, a játék középső végső szakasza felé. Nagyon jó. Már ez tényleg nagyon jó. És ennyi. Még egy ász és vége a mesnek konkrétan. Így van, konkrétan. De most bármelyik oldalról még éppenséggel. A barandasor miatt nagyobb az esélye Jastromnak a meccsebe is fejeznie, hogyha leászolja mondjuk a riftet. Dől még egy torony. Vannak külső torony, kit érdekel, közében kell betörni mondjuk az Afterglow is. Itt voltak a minionok, akik Baronna sorral voltak felturbózva, és már is nem tűnik nagynak a különbség. Pedig csak kettő tornyot hoztak el, meg a Baron persze. Így van. Ugye alapvetően a csapat kompozíciója Rift Esportsnak hatalmas mennyiségben támaszkodik Benzre, aki most már amúgy területre is sebez, már egy jó ideje. Unannak köszönhetően hihetetlen jó torony rombolási potenciál is van benne a fantasztikus támadási sebességnek köszönhetően, de csak egy ember, Wazierben is van sebzés, de jól látjuk, hogy nem annyi, és ő is inkább tankosít, Dome szintén valami sebzés, de nem elég. Közben villan Apacs. Igen, és Apacs nem a legjobb irány van, ultimátum, itt van Kux is viszont, ő még talán segíthetne, de Apacsot elengedték. Jó edző létre mondta, hogy hagyjatok itt! Igen. Nekem végem. Fussatok, bolondok. Fly, you fools. Ez a 40 másodpercig nincsen Apacs. Teleportja sincs, villanása sincsen. Hát Apacs meg is... Hát fel is támad Apacs, nem lesz túl veszélyes még azzal a Gnárral. Nagyon jól kéne pozícionálni magát, úgyhogy láthatóan fog befutni, mert nem tud hátulról jönni teleporttal. Mm. Hogy nehezen alakít ki Gnár majd csapatharcot, de Paresz és Kux is viszont ugyanúgy tud majd, miközben a felső ösvény tornya is bedölt. Most már 4 tornya van. Az alsó ösvény tornya is bedölt ugye már, igazából csak 2 tornya van lemaradva. Az Afterglow. És az a 35. perc, ahol vagyunk. Itt igazából a sárkányok valamennyire már eldönthetik valamennyire kicsikét az Afterglow felé, de innentől kezdve 55-ben zajlik, hogy ki fog nyerni. Abszolút, abszolút egyetértek. Aki jobb csapatharcot alakít ki. Aki jobb csapatharcot alakít ki, és közben ilyenkor a tárgyválasztások végtelenül fontosak. Ugye beszéltünk róla, hogy Benza, sebzés, hordozó kettő tüskevért is van már, mind Apacson, mind Pareszon. Egy Aaron Solerik medálya szintén megfigyeltő Kuksison, védelem van. Jastromot lehet pozícionálni, lehet védeni, és ott van még Febern is. Febern, bocsánat. Aki... már mindenféle fajta varázsáttörést megvett magának, Randuin. Nem Randuin, bocsánat. Rabadon halás üvege is ott van rajta, tehát bőven rendelkezik sebzéssel is. Ott van a pokoli sárkány is. Nagyon veszélyes most szerintem a játék ezen szakaszában az Afterglow-nak a csapat összeállítása,
mert úgy érzem, hogy a Rift eSportsban, Rift eSportsból kifogyott a lendület, nem lesz már annyi sebzés. Ha Benz nem tud normálisan beindulni, Vazier egyedül ide baromira kevés tesz. Visszajött a villanása mind a két lövésznek. Oh. És csak Apacs, akinek a idéző képessége nem elérhető, mindenki másnak mindene megvan, ha jól látom. Egy nagyon mindent bedobós, all-out-os csapatharcra lehet majd várni. Ha kell, akkor a Baronasor odúja környékén. Ha más nem, akkor az Arift inhibitor ostromán áll. Mert most megint ugye náluk van kicsikét a labda, amelyel focizhatnak. A kérdés, hogy 39 percnél mire, mennyi energiát és örszemet lehet fektetni, milyen messzire lehet kibírni őket. Nem mintha túl sokat számítana most annyira meglepődés ereje, mert minden mozgás nagyjából leolvasható körülbelül most a pályáról, hogy ki mit szeretne. Itt tényleg azon fog múlni minden a csapatharc, hogy tudja kialakítani A és a B csapat. Vagy esetleg el tudnak-e valakit kapni pozíción ki? Például egy ilyesmivel, csak nem Domét. Igen, bár nagyon neccesen tudott Domé elmenekülni, így van. Mint a minion blokk lett volna. Igen. Picit. Kellemetlen lenne így elveszíteni a rájátszásba való nem jutás. Nem tudom azok mi! Igen. Reményét, hogy azok a fránya minionok. De az a lényeg amúgy, hogy mind a két csapat tényleg még partiban van és küzdenek. A különbség közöttük egyáltalán nem nagy. Őcsi sárkány még soká érkezik, a Baronasor 1 perc 15. E köré kell csoportosulni. Egyértelműen Apacsnak az, hogy most Megagnára átalakult, nem hátrány, hiszen egy Baronasor küzdelembe oda tud érni. Megtolják az alsó és felső ösvényt. A riftesek. Pedig megindul jól, kábel közben Feber két ember. Nézd meg, Doma, mit kap! Vadon Szava. Eliszkolt, de gyorsan. Eliszkolt, pontosan. És Vadon Szava ki is ment ugye Gellertől, így igen. Egy komoly képesség megvonásra került sor. Nagyon veszélyes most már Febernek az összes kábeldesek felül, úgyhogy Rabadonos szindrára beszélünk is. Bőven van a varázs átütése, a maximális mellett meg lehet vásárolni a játékba. Azzal rendelkezik most. Ő igen. És ne felejtsük el, hogy egy sebzéssorozóval több van az Afterglow-nál végül is. Főleg, ha a varázs sebzést nézünk. Igen. Akkor meg aztán bőven. Doma nem ment végül haza, mert nem engedik hazamenni, de azért van annyi életereje, és most már azért lehetősége szépen lassan azért regenerálódjon neki a kis picin kis teste. De 41 percél, most már, hogy a Baron is él, innentől kezdve nem mernék fogadni. Vazier végig tolja, lemennenek, hát szét lehet még szakítani nagyjából majd az Afterglow-t, hogy menjenek le védekezni, de nagyon Dobjátok be a chatbe, hölgyeim és uraim! Hashtag Rift vagy hashtag Afterglow, ki nyeri meg szerintetek ezt a csatát? Ki fog nagyobb eséllyel bekerülni a rájátszásba? Sőt, azt merem mondani, ki fog bekerülni a rájátszásba? Hiszen ha nyer most a Rift eSports, akkor nem fogja tudni őt már utolérni normálisan az Afterglow, mert a pont egyenlőség során figyelembe statisztika, azaz a győzelmek során lévő átlag mérkőzés idő az sokkal alacsonyabb a Rift eSportsnál. Ez így van, amikor ezen Paresz, aki már visszatoltotta a IS Rift eSports gárát a saját jungle-ébe. És a következő meccsen persze az Afterglow fog játszani a Team Horizon Reapers-el. Így van. Ami a jó megdolgoztatjuk az Afterglow-t! Megám, ők egy itt... Rift aztán a THR, jó étvágyat! Ez pedig itt, ez itt Móka Ficek. Domá közelben, be mehet sújtani, de meg is fog halni, valószínűleg. Domá, jöjjön! Paresz hozza el! Igaz, nem sújtással, hanem alaptámadásával, mert Dominak is, Paresznek is kiment a sújtása. És utána halt meg a Baronnal sorra. Zseniális volt, ahogy Dome a végső képessége közben, miközben ugrott, wow, sújtott is egy nagyot. Viszont négy sárkánynál nem adhatod oda 225 tényleges sebzésre. Az ősi sárkányt el kell hozni ez, de meglepi. Igen, Kubu meglepi a jó a két tankra. Ami annyira nem probléma még. Jászrom lép vissza, bemegy Kuksis. Villam már megint Benz. Így neki vissza kell lépnie, meddig bírja hátul Kubu három ember, 4-5 ember között szépen lassan, Benz pedig vissza kell lépni, és jön a pacs! Halott Kubu, és bajban lehet Dome, és Vazier menne, de Benz meghal, nincs lövész, kész! Jó.
Ennek itt valószínűleg vége. Vázier hiába fut. Éppensége még túl, de nincs lövésze. A Rift Esports-nak is igazából az ős sárkányt is elhozza az Afterglow, ez bebiztosítja, hogy az náluk lesz. És még középre is elmehet mondjuk ottan támadni, ahogy már Apache el is kezdi igaz a mininak vitelét. Baj van a Rift Esports-nál, kérem szépen. Eleve ez a négy sárkányos ősi sárkány. Ez baj. Ez még éppensége jó. Villanása van Paresznek, igen. Igen. Ez egy halott Kemil. Ez pedig egy 3-0. Ez vége. 15 másodpercen mondjuk jön majd Kubu és jön majd Benzi, de Inhibitor biztosan hozhat az Afterglow. Talán meccset még nem tuti. Oké, van Apacsnak teleportja, van neki minden, de ez sokkal kényelmesebb és nyugodtabb választás volt. Biztosra mennek egyértelműen. És 0-6-ból indultunk. Toronydöntésben, ne felejtsük, hogy honnan jön vissza a játékba az Afterglow. Így van. És hogy mennyivel nehezebb helyzetből startoltak már a meccs középső szakaszában, de most ők támadnak. Ki tudja meddig? És milyen mélyre haladnak. Egyértelműen halad előre nagyon magabiztosan az Afterglow. A Rift mit tud kezdeni? Ki tud-e bontakozni még egyszer Benz? Van-e lehetősége arra a Riftnek, hogy megtalálja megfelelő célpontot? Egy jó kezdeményezés kéne, meg Vazir. Négy tank minion lövi az inhibitor védő tornyot. Három. Most már csak három. Aztán igen. Most már lassan csak kettő, de bedől. És valakinek kezdeményezni kéne a Rift Esports-tól ahhoz, hogy elkezdjen benne sebezni, és nem kéne visszapofont kapni, de megint van minden végső képessége már az Afterglow-nak. Kettő inhibitor előnyben van a Rift-tel szemben az Afterglow, és nagyon közel ahhoz, hogy harmadikra is elmehessenek támadni, és beszorítsák a bázisuk mögé, alá, fölé a Rift Esports gárdáját. Egyetértek teljes mértékben, 45. perc. Ősi sárkán erősítés volt, baronos erősítés volt az Afterglow-on, sőt még van is egy darabon, nem sokáig. Karabon. És lehet menni, karabon. Az alsó ösvényre, kérem szépen. Alsó ösvényen van egyedül inhibitor, torony és inhibitor, teleport. Ójjaj, friend of a boy, Kubu. Hát még visszajött hozzá, ez azért eléggé kellemetlen a folyamatos lassítás. Válaszol Kubu, öten jönnek szépen lassan arra a bizonyos Gálióra, a tankra. Aki nem hal meg, tény, de szerintem kicsit izgult. Kicsit félt. Az biztos. Most ér le, most megy le az égetése a sárkánynak. Nem. Igen. Még ott van, még égnek, és ez nagyon durva sebzés. Eddig égtek nagy valószínűséggel, ez pedig kezdéményezés Feberre, jó az anya homokóra, ez pedig Vazirnek kellemetlen szituáció, de megy tovább az első frontja, a Rift Esports-nak Feber bajban lehet, még nem ha meg Feber, de elhozza végül Dome, aztán Jászlom is meghalhat, és a Rift Esports megint csak fordul. Micsoda! Pacs meghal, jó a kábítás, így van, de még átalakulhatna. Ennek viszont 3-0-ás csere a vége, majd 4-0-ás Paresz marad egyedül. Valakinek védekezni is kell, srácok, mert ott mennek a minyonok. Igen, mennek a minyonok, és tudjuk jól, hogy ők gonoszak amúgy alapvetően, ezért a bázisodat le fogják dönteni. És megy Paresz! Paresz! Azt mondja, hogy menjünk Nexus Tornyokra, csak egy a baj, hogy jön vele szembe, Kubu. Így az van. Az pedig kellemetlen, nincs sok élete Paresznek, viszont még azért van még négy játékos, ki továbbra is mehet támadni, bár Geller is jutam videkezni. Meddig tud haladni a Rift Esports az alsó ösvény? Van 20 másodperc. Dome tankolt, Vazier sebezhet, Minion még messze van, és jön Benz is. A sebzés kiosztó, wow, Kog'Maw. Aki és pusztul a bázis. Tőle. Így van, 10 másodperc, Jászlom fog életni, de Jászlom önmagában nem tud ölni. Még kell egy kicsit felütés, még pluszon, hogy túl is élhesse. De meg az inhibitor az alsó ösvényen. Most meg a Rift comeback-kel, aztán Geller pedig Gellert kapott. Elég nagyot, azt kell, hogy mondjam. Sokáig kötözködött a nagy emberrel. De hát a nagy ember... Nexus torony! Az egyik! Elszámolta magát! A Rift Esports. Kapunk egy visszajátszást. Na nézzük csak, mi történt itt lent. Ugye égetés ott van egyértelműen az Afterglow, de micsoda kezdeményezés, azonnali fókusz a Syndrán, majd pedig Jastromon, és a teljes káoszt ki tudja használni magának a Rift Esports, az őrangyala is fantasztikus Vaziernek, kellett oda, innentől kezdve pedig már csak a legkövető sebzéses pusztítás, persze Apacs megpróbálta, de hát IP Apacs 1-2-3, ő volt a fogó, és gyorsan megfogta a halál lábát. Ez van.
Tehát a fordult, percek, fordult a Rift, Pierce. Ez így van. Igazából csak visszafordult a Rift a játékba. Így van, rájöttek a Lückverzennek már egy jó 20 perce. Ja. Jó 20 perce? Tehát legalább. Mondjuk alapvetően tényleg mindig visszafelé lépegettek bármi is történetemet éppes ilyenekhez az Afterglow építeni. Na, ne is foglalkozom senki az aranyállása, nem fontos. Ne. Azzal foglalkozunk, hogy Barannasor fog születni, és mi a ránlátás a Barannasorra. Egyenlő senkinél semmi. 40 másodpercen belül ez meg fog változni, ez biztos. Meg fog változni. Jobb esetben esélyesebb az Afterglow a kirohanása arra Barannasornál, ugyanis két inhibitorja még mindig oda van. De hamarosan jön. Pontosan. Az a kérdés csak, hogy mikor jön pontosan, és mennyire mehet addig Barannasort szedni. Hát középen már újjáépült, és ugyanígy a főső is mindjárt fél percen belül újjá fog éredni, de a Barannasor szintén Vaziernek van teleportja. Apacsnak nincs, így Apacs nem mehet el nagyon messzire, pedig nézzek, milyen jó pozíció van, ebből szendvics lehet. Melli a kávétás, így viszont támadhat majd a Rift. Febben. Apacs lebukott. Jó volt az őrsze. Febbennek muszáj voltam olyan próbálni lekávítani Gellert, azért, hogyha ő meghal, akkor nincs benzen, vadon, szava, STB. És őrszem is jóval kevesebb ment volna ki az esetleges Barannasor lopás próbálkozásra. Középső és véd is tolja valamennyire a Rift, meg a Barannasorra is szeretne éppessége bele-bele szólni. De az inhibitor pedig hamarosan jön vissza, ahogy ezt halljuk is. Igaz, nem fél perc, de közel fél perc, meg ugye egyszerre volt az ostrom kb. Aha. Két inhibitorért tényleg. És elkezdi? Van őrszem, de elkezdi. Baron! Zártak, és van sebzés, bőven nagyon-nagyon oly, sok. Teleport. Ezt kiszedni magam már most éppenséggel jól. Bejön Döme, jön a sebzés a Barannasorra, Parez pedig még él. Csújtás már van, ez megint csak van a nál. Oh, Jézusom! Elhozza az Afterglow megint a Barannasor, már sok hagyja. Jóó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 
angyal, aztán kerül az első orrot, hogy összességében van a pocsa buliban. Benz még él, Benz még mindig él, most jön a kicsit, majd a halál. 2-1-es, majd 2-0-ás, 2-2-es serelet ebből, meghal Gnár is. Azért! És kivillan, Kuklis pedig mehet, még tölt életet, Kuklis pedig kábít még, és Dome is meghal, még Kubu is. Túlélte Vazier, 3-3-as csere, és végül 4-3-as a vége. Vazierre múlik minden, mit tud kivédekezni. Vazier, ez egy hatalmas nagy lecke. Febern megy előre, Paresz tudja akadályozni annyi ideig. Fél percig kell védekeznie valahogy Vazijának, és nincs élete, és szuper, egy megszusztolnak annyi, így van, ez baj. Ultimátum még nincsen, Vazier viszont van, Paresz jó célpont, de Febernen a sokkal is van végső képessége Febernek, az pedig ultimátum, Vazier! Nincs meg! És így nincs senki, aki születni fog, hölgyeim és uraim, az Afterglow honnan a viharból állt föl 06-os toronyállása, és a többi rengeteg torony, és farm, és minden hátrányból. Fantasztikus küzdelem, hölgyeim és uraim! Nagyon szép mérkőzés. Egyértelműen egy komoly párharc volt. GG, gratulálunk az Afterglow-nak, így viszont a THR-re pont egyenlőségük van, úgyhogy a következő mérkőzés fogja eldönteni, hogy... Mi történik? Egy visszajátosom van közben arról, hogy, ja, hogy a másik mi történik oldalon? A másik oldalon. Értem! Miközben most jön vissza Vazier, addig ott lent pedig dolgoztak a minionok. És Vaziernek, ha lett volna egy teleportja, akkor igazából a Rift 10 poszt nyer. Vagy egy teleportja, vagy pedig még egy pillanatig tudja tartani. Tényleg nem sokáig, egy miniatűr percig tudja tartani a dolgokat, akkor... Na jó, azért ez még kellett volna egy pár másodperc, ettől függetlenül lehet tényleg, ha odaérkezik Vazier. Hát nagyon szép volt, így van, ezt már bemondtuk, úgyhogy jövünk a következő mérkőzéssel. 15 perc szünet szerintem kb. Lesz, Shotspur kb, Team Horizon Reapers, Afterglow pedig a csoport elsőségre szóló mérkőzéssel fog majd érkezni a szünet után. Addig is, Sega Rudi!